Köszönöm szépen a felkérést. Jó, kiabálom. Ha valaki nem hall rá, akkor nyugodtan integessen. No, köszönöm a felkérést. Olyan szempontból is problémából ütköztem, hogy a szakmából kifolyólag. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi lehet a téma, amit kedden este 9-kor a hétkertbe el lehet mesélni, és matek. És érdekes. Ez a három dolog, ez itt valahogy általában informatikus hallgatóknál nem szokott egy mondatban szerepelni, hogy este matek érdekes. A másik dolog, hogy ugye nagyon vegyes a társaság olyan szempontból, hogy elsősök meg sokad évesek, és sokad évesek már elég sok mindent tanultak. Amit gondoltam, és amiről szeretnék akkor egy kicsit beszélni, az egy kicsit a kriptográfia, tehát a titkosítás, és hogy ez ugye a kezdetektől kezdve hogy épült fel, és jelenleg milyen kriptorendszereket használunk titkosításra, és ennek minimálisan a matematikai alapjait néznénk meg. Ha valaki esetleg ezeket tanulta már, mert van olyan egyébként, amit tanítunk, attól elnézést kérek, de esetleg olyannak érdekes lehet, aki még nem hallott ilyenekről. Tehát teljes mértékig onnan kezdeném, hogy csak egy pár kis címszóban, hogy mikről is lennének szó, vagyis mik azok, amikről szeretnék egy pár szót mondani, ha beleférnek az időbe. Tehát teljesen időszámításunk előttről kezdenénk, és akkor a történelem folyamán felmerült legnevezetesebb kriptográfiai rendszereket, illetve azoknak az előnyeit, hátrányait megnéznénk, csak ott tényleg végül, főleg itt az utolsó három nála, a DES, az RSA és az ECC, amiről akkor talán egy kicsit többet beszélnénk, ezek azok a rendszerek, pontosabban ezeknek kicsit azért finomított, illetve fejlesztett változatai azok, amiket manapság használunk különböző titkosítási eljárásokhoz, pontosabban ezeket is. Kezdjük akkor ugye a kezdetektől, ugye maga a titkosítás az, amióta a világ, az egy nagyon fontos dolog, bármikor is voltak akár háború, ugye ez egy fontos dolog volt, hogyha valamilyen információt mi szerettünk volna közölni, mondjuk a harctéren valakivel, és ha netán azt, aki az üzenetet küldte, azt elfogták és jól meghínozták, mondjuk ne tudjon sok mindent mondani, illetve amit kiszednek belőle, abból ne tudják megtudni azt, hogy milyen információt szeretnénk is ki ott a harctéren lévőkkel közölni. És akkor ami így a legkezdetlegesebb formája volt a titkosításnak, azt úgy hívták, hogy Scutari, aki már hallott róla, az jó, aki nem, akkor most ezt megnézzük. Ez a Scutari igazából arról szólt, hogy veszünk egy nagyon-nagyon hosszú szalagot, és a szalagot azt feltekerjük egy ilyen botra, és utána ráírjuk szépen azt a szöveget, amit mi szeretnénk elküldeni, tehát letekerjük a szalagot, az üres részeket azt kitöltjük, és akkor ez azért lesz egy jó titkosítás, mert ha valaki egy olyan botra fogja ezt a szalagot ezt feltekerni, aminek az átmérője az nem ugyanakkor, mint az eredeti bot volt, akkor olyan teljesen más karaktersorozatok fognak kijönni. Tehát akkor működik ez az egész dolog, hogyha a botnak az átmérője, az megegyezik azzal, amivel működik. Hát persze ez egy nagyon, nagyon elavult és régi módszer, de időszámításunk előtt ez még bővenbőven működött. És akkor ezt követően, ami már kicsit, persze mai szemmel nem, de az akkori időben egy komoly titkosítási módszer volt, azt Julius Caesarral nevezték el. Ez volt a Caesar kód, amit egyébként már Caesar előtt is bőségesen használtak, de ő volt az, aki talán a leginkább híres volt arról, hogy ezt a kriptorendszert alkalmazta. Itt igazából arról van szó, hogy vesszük az ABC-nket, amit éppen használunk. Általában az előadás során mindenhol az angol ABC betűt, karaktereit fogjuk használni, és a Caesar kód az igazából arról szól, hogy fogjuk az ABC-nket, az ABC-t azt eltoljuk, és egy kiválasztott betűt az adott szövegben azt ugye az eltoltjával fogjuk helyettesíteni. Igazából erről szól, tehát hogy hárommal eltoljuk az ABC-t, akkor ugye a B helyet írjuk az L betűt, és akkor és így tovább szépen lehet vele kódolni. Jó, hát most mai szemmel persze ez megint csak egy ilyen elég könnyen megoldható feladat, hogy ilyet feltörjünk. Például egy nagyon kreatív példa. 5-ös Tórán Tudomány Egyetem, szép angol betűkkel, a Caesar kóddal, és azt hiszem talán 7-es eltolásra megnézzük, akkor ugye ez a karaktersorozat lesz.
persze, ez nagyon gyorsan felhőzhető. Amiben egy kicsit lehet fejleszteni ezen a dolgon, az már valóban okozott gondot, persze nem a mai technikának, de akkoriban igen, az az, hogy nem csak azt csináljuk meg, hogy az ABC-t azt csak simán eltoljuk, hanem veszük az ABC-nek egy random permutációját, és minden betűhöz hozzárendelünk egy másik betűt, és akkor egyszerűen a szövegben az adott betűt azt kicseréljük arra, amit hozzárendel. Igen, valahogy. Jó, tehát például most itt generáltam egy random szöveget. Ki az, aki meg tudja fejteni? Ez még nem vagyok elég részek. Animációk, akkor igen. Ezeket is kívánják. Minden. Tehát ez teljesen a... Ez igazából két mondat. Természetesen szóközök, nagybetűk, illetve írásjelek ki vannak védelve. Jó, persze, mivel itt van a kód, körülöttem, ezért meg lehet fejteni, hogyha nagyon sokáig nézzük. De ebből szeretnék egy feladatot csinálni, úgyhogy sokáig nem szeretném mutogatni. Viszont az egy kérdés, hogy mi az, amivel egy ilyen fajta... Nagyon hosszú. Ez két idézet egyben. Jó, hát persze nem is várom el senkitől, hogy ezt most ránézésre megfejtsen. Persze most az első pár betűt azt el lehet kezdeni. Nem tudom ki az, akinek ki az első három karakter. But, igen. But, az már jó. Visszatérve a témához, mi az, amivel esetleg egy ilyen kriptorendszer fel lehet? Itt azért már elég sok variáció van. Jó, hát persze a mai technikával még próbáljuk azt a nagyon sok esetet. 27 faktort is kijön. Persze a mai technikával ez nem túl nehéz. Nem, hanem van erre egy ilyen szó, hogy megmondod, hogy melyik nyelvekből melyiknek a leggyakoribb betűk, és akkor megnézed. Jó, köszönöm. Ez a következő táblázat. Ugye, hogy van egy gyakoriság táblázata minden nyelv betűinek, hogy az adott nyelvben az adott betű az körülbelül, ha egy hosszú szöveget nézünk persze, hány százalék valószínűséggel fordul elő, vagy milyen arányban fordul elő, és az angol nyelvben, ha valaki rákeres, körülbelül ezeket az értékeket fogja találni, tehát az E betű a leggyakoribb, T, A, O, I, stb. És ha megnézzük a fenti lekódolt szöveget, csináltam valamit is egy táblázatot, hogy ebben a szövegben ezek lesznek a különböző betűknek a relatívságai. Persze ez még nem jelent semmit, mert főleg mondjuk ha rövid a szöveg, akkor ott lehetnek statisztikai problémák, de minél hosszabb a szöveg, annál jobban fog ez a táblázat hasonlítani a felsőhöz. Ha ténylegesen angol ABC-t használunk. És akkor persze ebből lehet következtetni arra, hogy a V betű az gyakoriság szempontjából mondjuk az E valószínűleg, az Y az valószínűleg a T, a D, az A és itt van is tovább. Ami biztos, hogy az első kettő stimmel, tehát a V az valóban az E és az Y a T, valaki visszamegy, akkor lehet is jelentkezni. Bár nem vagyok benne biztos, mert végül átkódoltam a szöveget, úgyhogy inkább nem megyek vissza, mert kiderül vissza a táblázat. A lényeg, hogy ilyen gyakoriság elemzéssel igazából ezek nagyon gyorsan feltölthetőek, anélkül, hogy mi az összes lehetőséget végig próbálgatnánk. No és akkor, hogy leírjuk a szöveget és meg is nézzük, hogy ez pontosan mi lett volna. A feladat az, hogy meg fog jelenni két idézet. Aki először kitalálja azt, hogy ezt a két idézetet kimondta és hol, azt meghívom egy sörbor. Nem egyszerre, nem válogatni. Nem tudom. És a Eriknek ajánlom a két idézetet, hogy megint csak az, aki szerintem kimaradhat a témából. Még egyet szívesen. Még egyet lépelek. Bocsi, rossz ajánlottam, rossz helyre raktam. Jelentkezéssel, kicsoda, ki mondta őket, és mikor, és hol. Ez egy első rész, amikor Eriknek adták nem akarom sokat tudni ezzel az időt, persze.
3, 2, 1. Egyik sem tudja, hogy jól most kérdés. Nem ötödik rész. Nem. Valakinek mi mehetne? Tehát tudjuk, hogy mind a kettő Dumbledore, az első az a harmadik részben, a második a... Hetedikben mondta, amikor megköszönt. Nem tudom, hogy hetedikben is lehet, hogy mondta, ilyen szám tudom. Mitől emlékezett, hogy benne a legszínűbb? Az első rész. De miről emlékezett? Hát arról, hogy lehet illetve Dumbledore, hogy ne a... Az első részben mondta, amikor ezt a halálára? Jó, akkor megvan a nyertesünk. Ez az első részből van, amikor beszélgetnek Harryvel a végén, hogy igen. Elpusztítják a bölcsek kövét. Ja. Köszönöm. Jó, de jól hajtani akkor valamelyiket. Jó? No. Újra kell olvasni a kézbeket angolul. No, ezek ilyen nagyon kezdetleges módszerek voltak persze, tehát hogy... A madalapot tudnál lenni. No, persze ezek, most egyébként hát azért az fontos hozzátenni, hogy ezek a titkosítások, ezek a maguk idejében, főleg a Cézár kód, ez egy teljesen működőképes dolog volt, és nagyon sokáig használták is. Mennénk tovább. A következő, ami a 16. században, igazából ez is a Cézár kódnak egyfajta módosítás, vagy kicsit nehezítése, ezt Vizsener publikálta, hogy a 16. századnak a végét, és azt a 19. század közepéig mondjuk azt, hogy feltörhetetlennek hitték. Miről szól ez a Visioner Code? Nem tudom, mennyire látszik a táblázat, valamennyire. Az angol ABC betűből csinálunk egy táblázatot, felírtuk az ABC-nek a betűt az első sorba, és akkor minden sorban eltoljuk egyel az ABC-t. És akkor szépen kapunk egy 26-26-os táblázatot. Itt jelent meg igazából az első dolog, ami ugye a mai kriptorendszerekkel is igaz, hogy van egy titkos kulcsunk, amit mi választunk, hát ez a szó a matek, miért ne? És hogyha van egy szövegünk, akkor ezt úgy kódoljuk le, hogy veszük a szöveget, May the force be with you, így van, aláírjuk a kódszót, annyiszor, ahányszor csak tudjuk. Ha visszanézünk a táblázatra, akkor a szövegből kapott betű és az alatta lévő kódszóból kapott betűnek a metszetét megnézzük ebben a táblázatban. Az MM betűhöz tartozó kódszó az a... Az az Y? Lehet. Én nem találom. De ha valaki megtalálja, akkor jó. Y, ha mondtam. Tapsod el! Na, és akkor ugyan itt természetesen lehet tovább menni, és akkor szépen így egyesével lehet kódolni a betűkben. Mivel volt ez sokkal jobb, mint maga a Cézár kód? Ugye itt eltűnnek a gyakorisági különbségek, vagy eltűnhetnek a gyakorisági különbségek. Ugye, ha egy aránylag gyakori betűt egy kevésbé gyakoriban kódolunk, akkor ott ugye eltűnünk. Na, ezzel mit lehet esetleg kezdeni felkülés számítjából? Persze, nem az, hogy hazamegyek és akkor a négy magom, meg a 8000-ig a RAM-mal szépen végigfogadom az összes lehetőséget. Ötlettel lehet, hogy mindent csinálni. Igazából erre az ötlet volt, hogy van egy nagyon hosszú szövegem, mondjuk az angol szöveget nézzük, akkor abban is vannak szavak, vagy legalábbis betűk kombinációk, amik nagyon gyakran előfordulnak. Nem tudom, hogy például néven ő az elég sokszor előfordul, és persze egy idő után az is előfordul, hogy ezt a szót, vagy valamilyen szó kapcsolatot, vagy betű, vagy szövegrészletet, az pontosan ugyanazon a karakterekkel tudunk kódolni. Magyarul a kódban meg tudnak jelenni azonos blokkok bizonyos idő után, amik ugyanazok. Ha az ember végig gondolja, akkor ha veszek két ilyen azonos blokkot a kódban, és megnézzük azoknak a távolságát, az azt jelenti, hogy a két blokk távolsága, az biztos, hogy osztható kell legyen a választott kódszó hosszával. Tehát, hogyha ugyanazt a blokkot ugyanazzal kódoltam le, akkor a hossza az osztható lesz a kódszónak a hosszával. És persze a maga a feltörés az annyiból áll, hogy keresünk ilyen azonos blokkokat, ezekből találunk valamennyit, megnézzük, hogy ezen blokkoknak mennyi a legnagyobb közös osztója, és utána lesz egy nagyon jó tippünk, nem biztos, hogy jó, de valószínűleg jó tippünk arra, hogy maga a kódszónak a hossza mennyi. Viszont amennyiben a kódszónak a hosszát tudjuk, akkor onnantól kezdve csak a bizonyos karakterekre, tehát ha csak az M betűket nézzük itt, hol vagyunk? Matek,
matek. Ezekre a részekre már ugyanolyan gyakoriság elemzést lehet csinálni, mint az előzőnél, és akkor ugyanúgy ki lehet szűrni azt, hogy gyorsan meg lehet találni, hogy mi lesz ennek a vizsgálatpontnak a feltörése. De visszamenve azért ehhez a részhez, tehát ha kiszámoljuk azért 1586-tól a 19. század közepéig, azért majdnem 300 évig ez egy nagyon használható és nagyon jó. Következő dolog, amit gondolom, hogy amiről már mindenki hallott, vagy látta a filmet, én mondjuk nem láttam. Azt meg kéne már nézni. Meg kéne nézni, ugye az Enigma. Az Enigma is egy olyan dolog, hogy ugye az első elektromechanikus rejtélyezőgép volt, amit feltaláltak, és először nem is katonai célokra kezdték gyártani, hanem kizárólag kereskedelmi felként szabadalmaztattak. Kiírtam, hogy ki szabadalmaztatta, és csak azért, hogy menőzzek vele, amúgy fogalmam nem volt. És igazából ugye az első világháború után, meg még a bővel előtt kezdték el a katonai verziót gyártani. Itt látható a képen egy Enigma készülék. Valaki tudja, hogy működött az Enigma? Hallani már mindenki hallott az Enigmáról. Na és hogyha kicsit megnézzük a képet, akkor az Enigma az a következő fontos részekből épít fel. Itt van egy billentyűzet, mint ott van a keyboard, szép a lehetőségek. És ha jobban megnézzük, akkor majdnem ugyanazt a billentyűzet kihasználást használja, mint ami jelenleg is használatos. Azt tudja valaki, hogy a jelenlegi billentyűzet kihasználás az mióta van? Írógépek volt. Hát ez már írógépek előtt. Ez utolsó. Már 19. század végén megvan. 1800. Majdnem, tehát nem tudom én sem pontosan, de a 19. század végén már megvolt ez. Tehát vannak ilyen gombok. Itt van az elején egy ilyen kapcsoló tábla, amiben lehet berugaszolni dugókat. Itt a billentyűzet mögött ugyanúgy megvan egy ilyen kis nem tudom, hogy lehet nevezni, egy ilyen kis panel, ahol ugyanúgy ott vannak a betűk, és akkor itt látszik három ilyen kis korong vagy fogaskeréke. Hogy működött ez az Enigma? Megkapta a kis kódoló néni az üzenetet, hogy mit kell neki elküldenie, és szépen elkezdte karakterenként olvasni, látott egy A betűt, megnyomta az A betűt, és az A betű megnyomása után itt ezen a panelen kivillant valamelyik betű, és azt szépen ölegyezte. Úgy szépen végigment a kódoló. Tehát nagyjából külsőlegesen ennyi volt az Enigmának a működése, megnyomta egy gombot, kiadta, hogy azt mire kódolja. De azért emögött egy elég komoly mechanizmusát, tehát nagyjából ez az ábra az, ami az Enigmának a működését azt leírja. Ez a keyboard, tehát ez, amit mi megnyomunk, hogy a néni ott a kis billentyűzet előtt nyomogat, és mi az, amit történik. Először is megnyomtam valamelyik gombot, mondjuk a T-betűt. Utána szépen megy az áramkör, itt ezek a dugók ezek azt jelentik, hogy bizonyos betűket, ezek az A1, B2, C3, D4, stb. Ezek különböző betűket jelölnek, és a két ilyen betűt összekötök, az azt jelenti, hogy azt a két betűt felcserélem. Megy az áramkör, megnyomtam a T betűt, ez a kapcsoló tábla a T betűt azt átváltoztatja valamire, amire éppen átjuttam. Utána megy tovább az áramkör, elér ehhez a három darab forgó kis tárcsához, és itt az történik, hogy mindhárom forgó tárcsa az adott bemenő betűt azt átváltoztatja valamilyen másik betűre, méghozzá oly módon, hogyha egy betűt átváltoztatod, akkor az első fogaskerék az fordul egyet. Amikor ez a kerék ez körbeér, tehát mind a 26 betűt végigérte, akkor a második is fordul egyet, és amikor az is körbeér egyszer, a harmadik is fordul egyet. Tehát amellett, hogy ezek le is fordultak, ezek folyamatosan forogtak. Amint ezen végigértek, volt egy visszatükröző, ugyanezen a három fogaskeréken, vagy ezen a kis tárcsán végigküldte az adatokat, ott megint háromszor megváltozott a karakterem. Visszaküldte a kapcsoló táblához, ott megint visszaváltozott, és az, amit kiadott, azt fog elvinni. És ha megnézzük, akkor összesen hányszor változik meg egy karakter ebben a kis eljárásban? Kilencszer? Lehet, hogy ott számoltam. Nyolcszor biztos. Kilencszer? Jó, tehát ez egy karakter, egy megnyomott karaktert, azt kilencszer változtat meg, és ugye plusz, ugye az is benne van, hogy ezek a tárcsák még forognak is. Tehát az ember összeszámolja, hogy összesen hány beállítási lehetősége volt egy Enigmának. Először is ugye a kapcsoló táblát be lehetett állítani, hogy mit vannak benne a szorba. Meg lehetett adni a tárcsáknak a sorrendjét, hogy melyiket rakom középre meg a szélére, meg azt is be lehetett állítani, hogy a tárcsát az éppen melyik betűre állítom meg, mind a hármat külön.
És ezeket az ember szépen is kombinatorika feladatként összeszorozza, nagyjából azt kapja, hogy 159-18-on beállítási lehetőség. Ami az akkori korban persze egy olyan mennyiség volt, amit manuálisan nem lehetett feltörni. Természetesen hozzátéve az, hogy az Enigmának azért volt egy nagyon fontos hátránya, az, hogy adott betűt ugyanarra betűdre nem tudott kódolni. Arra nem volt képes az Enigma, hogy egy T-betűt T-betűre kódoljon vissza. Jó, és akkor ezáltal azért csökken a lehetőség. Számomra még mindig nagyon sok volt. Az, hogy ezt sikerült föltörni, ugye az kinek az érdeme? Első körbe, ó, nagyon jó. Van a működő algoritmus elmélet, mivel vannak Turing gépek? Fogya. Jó, tehát az egy nagyon, nagyon, tehát ő ugye, amikor a Turing gépet feltalálta, akkor az egy nagyon nagy előrelépés volt az Enigmának a feltörésében, illetve természetesen az, hogy feltörték az Enigmát, az ugye a háborúknak az idejét is nagyon lecsökkentette. Viszont természetesen megint csak, hogyha a mai kornak állítjuk be, azért az a 159-18-on lehetőség, a mai informatikai kapacitási számolás tekintve ez nem egy túl nagy különbség. Tehát ez egy 18-19 számjegyből álló szám, ez simán méter kvadrát. Hát manapság ez már percek alatt feltörhető. És akkor bejött az informatika, a világháború után mondjuk, és azzal, hogy bejött az informatika, hogy a titkosításnak is egyre nagyobb szerepe lett, mert a mai világban egyre olyan több adat van, amit védenünk kell, vagy titkosítanunk kell. Az, hogy megjelentek a számítógépek, ugye az lehetővé tette azt, hogy a számítógépekkel olyan mennyiségű számolást végezünk, amit manuálisan nem tudunk. Sőt, mivel ugye robbanásszerűen fejlődött mondjuk a 70-es évektől a mostani időig a számítás technika és az informatikának a világban, ezek a kapacitások, ez a számítási kapacitások, ezek rohamosan nőnek, igazából most is, és ezért van folyamatosan szükség arra, hogy különböző titkosítási eljárásokat kutassanak, és igazából ami egy nagyon nagy probléma lesz, nem tudni, hogy mikor, amikor a kvantum számítógépek is megjelennek, onnantól kezdve a jelenlegi titkosítási módszerek közül körülbelül semmi nem fog működni tovább. Jó, tehát ott majd egy kis problémába fogunk ütközni, nem tudni, hogy ez mit van, meg hogyan fog létrejönni, de ez is be fog következni valamikor. No, ha most matematikailag próbálnánk egy kicsit megfogalmazni, mi is az, hogy jó titkosítás? A jó titkosításról akkor beszélek, hogyha egy olyan leképezést gyártok, ami az üzenetben, amit én el akarok küldeni, abból könnyedén megcsinálja magát a kódot, viszont a visszafejthetőséget, ha valaki megkapja a kódot, azt idézőjelesen nem tudja feltörni. Most olyan, hogy feltörhetetlen kód olyan nem létezik, nem is fog létezni, hanem ugye az, hogy feltörhetetlen azt jelenti, hogy maga a feltörés az hosszú éveket, vagy évtizedeket, vagy évezredeket venne igénybe. És a másik fontos, hogy amennyiben ugye a titkos kulcsot ismerjük, akkor azzal viszont nagyon gyorsan dekódolható legyen egy ilyen titkosítás. Nem tudom mennyi időn van, vagy meddig tudom tartani itt. Ja, honnan kórát kell tartanunk? Igazából három dolog van, amiről szeretnék beszélni, és igazából mind a három rendszer, amiről már szót akarok mondani, az a mai napig használható, illetve valamilyen fejlesztése az mai napig használ. Az egyik ilyen a DES. Ki az, aki már tanult a DES-ről? Akkor segíthettek, mert én nem tudom, hogy működik. Egyébként ezt a 80-as évek közepén az IBM fejlesztette ki, akkor még Lucifer néven ment. A másik, ami egy nagyon fontos dolog, az a második sor, hogy ez egy szimmetrikus volt kulcsú, és a szimmetrikuson van a hangsúly, és rejtjelent blokk rejtjelező, az most kevésbé lesz lényeges. Mit jelent az, hogy egy titkosítás a szimmetrikus? Az azt jelenti, hogy minden titkosításban van valami kulcs, ami ugye titkos. Ahhoz, hogy én le akarjak kódolni vagy titkosítani valamilyen üzenetet, ahhoz én ezt a titkos kulcsot használom valamilyen szinten. Ahhoz, hogy az elküldött szöveget valaki vissza tudja fejteni, akkor megint egy jó kérdés, hogy az a kulcs, ami a titkos kulcs, az arra szüksége van-e vagy nem. A szimmetrikus titkosításoknál sajnos vagy nem sajnos az a helyzet, hogy a titkos kulcsot azt mind a titkosításhoz, mind a detitkosításhoz, a kódoláshoz meg a dekódoláshoz is kell használni. Ez olyan szempontból hátrány, hogy a titkos kulcsokat nekem meg kell osztanom azzal, akinek az üzenetet elküldenek. Jó, és ebben már van egyfajta hiba lehetőség persze.
Mert természetes, hogy maga a rendszer az jó, akkor ez olyan problémát nem okoz. És akkor a dashnek különböző változatait, amiket itt felírtam, az AS és a H, ez a T-dash vagy 3 vagy C-dash, ezeket még a mai napig használják. Az AS például az Amerikai Egyesült Államok és a jegybankja használja jelen pillanatban is. Természetesen folyamatosan mennek a mutatások, hogy ezeket a fajta dolgokat hogyan lehet feltörni. A dash-rel vannak elméleti törések, tehát olyan be van bizonyítva, hogy fel lehet törni, és ez gyakorlatban használhatatlan. Jó, tehát, hogy lehet próbálkozni, de nem nagyon megy. Hogy működik maga a dash? A dash-t azt meg kell elképzelni, hogy van egy nagyon hosszú szövegem, a szöveget azt átkódolom binárisban. Gondolom mindenki tud vele azonosulni. És utána ezt a bináris szöveget, ezt 64 bitekre elvágom. És maga a kódolás az nagyjából annyiból áll, mindenfajta részlet nélkül, hogy fogom ezt a 64 bites részt, ezt elvágom két darabra, és ezeket a részeket kezdem el pakolni. Van nekem egy baloldali 32 bitem, meg egy jobboldali 32 bitem. Egy lépésben azt csinálom, hogy a jobboldali részt azt előre tolom a baloldalra. A baloldallal, meg még egyszer a jobboldalival megcsinálok valamilyen számolást, beadok még plusz a számolásba egy általam generált titkos kulcsot, és ebből a három dologból fogok én kigenerálni egy következő lépésben egy jobboldali 32 bites szakaszt. És a dash ezt megcsinálja 16-szor. Jó? Ez 16 lépésben megy, és amit elfelejtettem, az az első, még mielőtt ez a szétosztás megtörténik, elpermutálom a biteket valamire. Elpermutálom, utána jön ez a 16 részes kis titkosítás, majd a végén visszapermutálom ennek a permutációnak az inverzével. És ami kijön, az lesz egy 64 bites titkosított szöveg. És akkor maga, hogy ebben a körben mi történik, azt olyan nagyon nem szeretném részletezni. Igazából látható itt a rajzon, hogy nagyjából mi folyik. Ez a rész itt a jobboldali részből lesz az új adatnak a baloldali 32 bite, és akkor a baloldali adatból, meg a jobboldali adatból, a 32 bitből úgy csinálunk egy következő szintű jobboldali 32 bites szakaszt, hogy bejön nekünk a 64 bites kulcs, azt 52-56 bitre csökkentjük, úgyhogy minden 8. bitet azt elhagyunk. Utána egy permutációval és kulcs eltolása, micsoda arról, annyira nem szeretnék belemenni. Ezt 48 bitté átalakítjuk, ezt a 64 bites kulcsot. Utána a jobboldali részét a kis 64 bites szövegünknek, azt felbővítjük 48 bitessé, és ezeket összeszoroljuk. És igazából ami miatt ez a rendszer nagyon működik, a többi részét azt jobban érdekel, az nézzen utána. Ami miatt ez a rendszer nagyon jól működik, az az, hogy a XOR művelet, ahogy mindenki tanult, már a matalaposok és az első fél évesek is, az, hogy a XOR művelet az olyan szépen működik, hogyha egy üzenetet én lekódolok XOR-ral, és választok hozzá egy tök véletlen kulcsot, itt van az üzenetem binárisan, alatta a kulcs binárisan, hogyha a biteket szépen egyesével összeszorolom, akkor kijön ugye az alsó kódolt üzenet. Na már most, veszem ezt az üzenetet, ez a lekódolt üzenet, és ezt a kulcsal visszaszorolom, akkor mit kapok vissza? Hát nem ugyanaz, hát az nem lenne jó, hogy mit kapnám vissza. Mit kapok vissza? Az eredeti üzenetet. Tehát a XOR-t, hogyha visszainvertálom, és visszaszorolom a kódolt üzenetet az eredeti kulcsal, akkor visszakapom az üzenetet. Ezért szimmetrikus. Ugyanazzal a kulcsal tudok kódolni és lekódolni. Jó? És igazából ez az, amit kihasználja a rendszer, és ami miatt szimmetrikus tényleg, hogyha valaki lekódol egy ilyen dash-sel egy bármilyen szöveget, akkor ugyanezzel az eljárással mondjuk alulról visszafelé vissza fogja kapni az eredeti szöveget. Jó? Nagyjából ennyi a működése. Itt még persze olyan dolgok is vannak, hogy ezek a kulcsok, amiket itt folyamatosan az egyes ciklusokban megadunk, ezek folyamatosan változnak. Például mi folyamatosan shifteljük ennek a kulcsnak az elemeit mondjuk jobbra egyjel, vagy jobbra kettővel. Hát, hogy azért ebben vannak még részletek, de ez itt igazából a 70-es évek közepe óta egy jól működő rendszer. És amit itt említettem felül, hogy milyen verziói vannak, a C-dash vagy T-dash az annyiban más, hogy ez a dash lefutódik 3x3 különböző kulcssal. Tehát igazából 48-szor hajtódik kb. Végig ez a fajta kutatás. És akkor ezt már nagyon gyakorlati kevésbé lehet feltörni. Az AS az nem egy nagyon régi dolog, az a 2000-es évek elejében fejlesztették ki. Ott viszont ebben a részben van egy kis változtatás, és abban tényleg nem akarok belemenni, mert fogalmam sincs, hogy mi az a változtatás. De a lényeg, hogy ez egy nagyon jól működő rendszer, és ez ténylegesen a mai napig használható. Na és akkor, hogy valami matek is legyen,
látva, kicsit elszámoltam a filmet, hogy milyen olyan matematikai eljárásokat ismertek, amire azt tudni, hogy magát kiszámolni ezt az eljárást azt egy irányba, nagyon könnyű, viszont visszafelé nagyon nehézkes. Deriválás. Valakinek az. Kinek? Milyen olyan matematikai eljárás van, ami nehezebb? Ami nagyon nehezen visszafejthető. Igazából kettő ilyet tudunk mondani, az egyik a faktorizáció, a másik pedig a diszkrét logaritmus, abba akkor fogok belemenni, hogyha nagyon sok időm marad. A faktorizáció alatt azt értjük, hogy adok nektek egy nagyon nagy számot, a nagyon nagy szám alatt azt értem, hogy legyen 250 jegye. 10-es számrendszerben. Feladat az, hogy ezt bontsátok fel printényezős felbontással. Na ez az a probléma, ami jelenleg polinomiális időben nem tudunk megoldani, szubexponenciális időben egyébként már meg lehet oldani. Jó, elmagyarázom, hogy egy két szót, amit most használtam meg. A szubexponenciális azt nem, a polinomiális az nem. Most azt, erre nem készültem, hogy gyerekek. Nem tudom, sokkal nem vagyok kíváncsi. Mondjuk azt, hogy a polinomiális algoritmus az gyors, maradjunk ennyire. Jó, az exponenciális az kurva lassú. Jó. Jó, tehát nagyjából ennyi. Szuperexponenciális nem annyira kurva. Szuperexponenciális a kettő között van. Kettő között, de még mindig nagyon rossz. És igazából ez a faktorizáció, ez főleg akkor nagyon nehéz, hogyha nincsenek kis printényezők. Nem az, hogy kettővel oszthatom, vagy hárommal, mert azt nagyon könnyű ellenőrizni. A 250-es számot mondtak, az 225 jegyű printnek a szoldata. Az például nagyon nehéz feltörni. Emberi időben nem is lehetséges. És akkor igazából ami erre a faktorizációs problémára épül és titkosítás, azt úgy hívják, hogy RSA, és akkor szerintem erről beszélek, akik az LCC érdekel, azt ők keresztül megtalálnak. Ez a RSA ez arról szól, hogy keresünk két nagyon nagy bénuszlámot, legyenek különbözőek, azt tud segíteni a problémának. Jó, ezt mindenki el tudja képzelni, de megint csak hozzátéve azt, hogy ez a két prím, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezeken több száz jegyből álló prímek 10-es számban. Utána csinálunk egy nagyon bonyolult eljárást, ezeket összeszoroztuk. Miután ezeket összeszoroztuk, kiszámoljuk ezt a... Reméletileg a többség már tanult, ez az Euler-féle phi függvény. Ez nem más, mint a, ebben az esetben, higgyük el, aki nem tanult, ez a P-1-szer phi. És a következőt csináljuk. Választunk mi magunk meg egy olyan számot, ami kisebb, mint ez az érték, és ezen felül még relatív p magához ehhez az értékhez. Jó, ez megint csak egy aranyra könnyen kivitelezhető feladat. És ezután ezt a két számot, az m-et meg az e-t, azt nyilvánossá veszünk. Jó, azt mindenki láthatja. Amit nem láthat mindenki, az az, hogy én ki fogok számolni magamnak egy kis d számot, ahol ez az úgynevezett kongruencia teljesül. Ez azt jelenti, hogy a d-szeret, hogyha elosztok maradékosan a phi n-nel, ezzel a p-1-szer q-1-je, akkor egy maradékot kell adnia ezzel a phi n-nel osztva. Jó? Nagyon részletekben megint csak nem megyek bele, mert számelméletből tanulni fogják az elsősök valamikor. A lényeg, hogy ez is egy nagyon gyorsan számolható dolog. És ami nekem titkos lesz, az ez a d. Ezután mit csinálunk? Innentől jöhet a kódolás és a dekódolás. Valaki egy üzenetet, amit nekem szeretne elküldeni, és kiszámolja ezt az m az e-diken moduló nagy m. Ugye az m az nyilvános, az e nyilvános, ezt mindenki ki tudja számolni gyorsan. És ezt a c-t fogja nekem elküldeni az illető, és ezzel a c-vel én azt fogom csinálni, hogy én ezt az általam választott d titkos kulcsa fel fogom emelni, és akkor van egy olyan nagyon szép tétel, amit Euler Fermat tételnek hívnak. Ez fogja igen. Elsősök továbbra sem fogják. Szeretjük bitkeske a kést. Ezért nem utolsó előadónak. No, visszatérve, ez garantálja nekem azt, hogy ebből a hatványozásból én vissza fogom kapni az üzenetet. Mi ebben a nehéz? De nekem valaki ezt fogja látni. Ahhoz, hogy valaki ebből nekem feltörje a kódot, igazából ekvivalens azzal, és megint csak bizonyításokban nem megyek vele, hogy faktorizáljuk az ennek. Anélkül nem fog menni a feltörés. Már természetesen nem fog menni nagyon hamar. És igazából annyi dolog merül fel itt az RSA során, hogy milyen lépések lehetnek problémásak. De azzal kezdődött a sor, hogy válaszunk két nagy prímet.
Az könnyű? Nem. Hát nagyon nem. Itt van egy szám, ez prim száma, és ez még annyira nem is hosszú, mert ez csak 33 szám. Talán. Ez tényleg kávé. 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 Nem, fogalmam sincs meg. Négy szám. Annál több szám. Rámernénk tenni egy ötös vagy egyes. Valamilyen tárgyból. Én igen. Igen? És melyikről? Annak vagy is. Diplomásnapot. De egyébként igen, ez egy prim szám, ez egy merzen prim. Viszont tényleg nagyon sok problémát vett fel, hogy hogyan keresünk meg prímeket. Megadok én egy számot nektek, ennél jóval nagyobbat, akkor hogy lehet eldönteni erre a számot, hogy egy prím szám vagy sem? Ha nem prím, akkor sajnos az RSA nem működik. Vannak különböző prím tesztek, valószínűségi alapúak is és determinisztikusak is. A valószínűségi alapú prím tesztek, azokról azt kell tudni, hogy azok nem mondják meg 100% biztonsággal, hogy egy számról prim szám, de megmondják 99,9999% valószínűséggel, hogy az prim szám, és gyorsak. Vannak a determinisztikus tesztek, amik 100%-ban megmondják, hogy prim, csak lassúak. Jó? Ez megint csak eldönthető mindenki számára, hogy melyiket fogadja el és melyik jó. Szerintem valószínűségén több helyen használnak determinisztikus, mert determinisztikus algoritmusok olyan nagyon jól nincsen. A másik, ami problémás még, az az, hogy itt ilyen óriási hatványokat kell kiszámolni. Tehát ugye arra visszatérve, hogy ezek a számok, ez az E és ez a D, meg akár az üzenet is, ezek ilyen több száz számjegyű tízes számrendszerbeli számok lehetnek. Hogy lehet kiszámolni azt, hogy mennyi a 10 a 10.300.000, mondjuk az közé? 72. Jó, 72 a 122.348-on. Lassan. Nem, egyébként nem, ez lassan. Erre van egy olyan nagyon jó kis algoritmus, amit gyors hatványozásnak hívnak, és ennek a módszerét azt itt vissza leírtuk. Igazából annyi történik, hogyha egy számot aránylag magas hatványra akarunk felemelni, a magas hatványt az felírjuk kettes számrendszerbe, és igazából ilyen folyamatos hatványozással ezeket a hatványokat könnyen számolhatjuk. Én nem találkoztam az egyetlen. Tudom, hogy ezzel nem találkoztatok, ez egy nagyon egyszerű kis algoritmus, semmi nehézség nincs benne. Annyiból áll, hogy folyamatosan négyzetlen van. Ezért nem találkoztál. Ezért nem találkoztál. Nehéz. Triviális elnézést. No, szóval ugye van egy olyan, hogy az 5 az első, az ugye 5 maradékot a 14-gyel osztott. Ha négyzetre emelem, akkor 11-et, ezt mindenki számolja. És szépen folyamatosan az előzőt négyzetre emelem, akkor pont ugye a kettő hatványokat fogom megkapni a kiterőben. Ezekből ezt nagyon gyorsan össze lehet kapni. Jó, és akkor ebből kijön pillanatok alatt, hogy 14 lesz, és ez ténylegesen működik nagy számokra is, és jó az egész. No, és azért egy nagyon fontos kérdés, hogy ez mennyire feltűnhetetlen. Mi az, amitől függ, hogy egy ilyen RSA ad, csak ilyen... Mi az, amitől függ, hogy egy ilyen RSA az gyorsan vagy lassan tölthető? Hát az, hogy mekkora méretű számokat használunk. Minél nagyobbak a számok, annál lassabb. És igazából valaki tudja, hogy esetleg, főleg aki RSA-t tanult már, hogy most jelenleg hol járunk. Most milyeneket használnak. Tehát az RSA-t ténylegesen használ 6-10 most is a gyakorlatban. Hány bites, amit most használ? 1024. Az 1024 már sajnos nem. Az már lejár. Amit most használ, az már 2048. És vannak egyébként becslések arra, hogy milyen nagyságú számokat kell majd használni azért, hogy az RSA az még biztonságos legyen. De az 1024 az már a 2000, ez egy becslés, az 1024 az így a 2010-es évek elején nagyjából lejár, és azóta becsült élettartamnak azt így pedig, hogy 2030-ig fogunk tudni 2048 bites RSA-kat biztonságosan használni. És szépen visszaszámolunk, a 2048 bit 2-es számrendszerben, a 10-es számrendszerben kb. 620 évű számokat. Ezek még biztonságosak lesznek, tehát amennyiben az a nagy elmény, amit kiszámoltunk, az 620 jegyű, akkor az RSA az még működni fog. Ebben a becslésben benne van az is, hogy mennyire gyorsan fejlődik a hardware. Nem, tehát nem a hardware. Valamilyen szinten persze, de tényleg amit nagyon fel fog túlni minden, az a kvantum számítógépek. Tehát, hogy azt nem tudjuk megbecsülni, és amint bejönnek a kvantum számítógépek, akkor az RSA az poligonális időben tölthető lesz. Ami egy problémás helyzet, mert sajnos nagyon sok kutatás van arra, hogy kitaláljunk jó titó rendszereket, kevés sikerrel. Az egy macska. Jó, tehát hogy ez még működik,
Most a 372 bitre is persze át lehet térni, de persze ahogy növeljük magát a méretet, maguk a számítási gyorsaságok, tehát mondjuk a kulcsgenerálás, printtesztek, mindenfajta hatványozás, az mind mindegyre lassabb lesz. Azt, hogy ezzel meddig fogunk elmenni, azt nem tudom. Jó, tehát ez becsült értékek, ki tudja, hogy meddig is kell jutni. És akkor igazából ne húzzam tényleg soká, az LCC-ről akkor csak annyit, hogy az egy kicsit ilyen geometri alapra kicsi elliptikus görbékkel kapcsolatban dolgokat kellene hozzá tudni. Úgyhogy én ha engedelmetekre ezt a pár diát itt átugranám. És igazából csak annak az összehasonlítására, hogy az LCC az talán jelenleg a legjobb kriptorendszer, amiatt azt értem, hogy talán az a legbiztonságosabb. Inkább úgy mondom, hogy ha egy fix biztonsági szintet nézünk, akkor az LCC-hez elég kisebb méretű számokra dolgozni. Ez kb. Azt jelenti, hogy ha az RSA, egy 1024-es bites RSA-t nézek, az körülbelül egy 160 bites LCC biztonsági szintjének felel meg, ami azért nagyságrendekkel kisebb számokat jelent. A 2048-as RSA az meg egy 282 bites LCC-nek kb. Jó? Viszont az LCC az azért sokkal mélyebb matematikai, csoportelméleti algebrai összefüggések kellenek. És akkor amit itt végszólnak szeretnék mondani, hogy aki tanult algebrát és csoportelméletet és Abel csoportokat, itt például kihasználjuk azt, hogy ez az elliptikus görbő pontjai Abel csoportot alkotnak, tehát az algebrai tanulmányok azok nem mentek hiába. Jó? Úgyhogy igazából szeretnék effektíve az ipari standard minimum? Ez egy nagyon jó kérdés. Tényleg hozzáteszem, hogy magában a kriptóban nagyon nem vagyok otthon, én nagyon nem foglalkozom ezzel. Szerintem gyorsabban számolható az erőforrás. Tehát, hogy kevesebb az erőforrás igénye? Igen, tehát, tehát azért az elliptikus görbéknél ott ilyen kétdimenziós pontokat kell elég húzós számolásokra, összeadogatni idézőjelesen, de sokkal lassabb maga ez a számolás. Tehát az RSA-ban igazából, ha prímek megvannak, akkor onnantól ez a számolás nagyon gyorsan megvan. Nem meg gondolom, arra van beállva minden, nem tudom, hogy mennyibe kerülne átmenni LCC-re. Lehet, hogy sokkal több helyen használják, mint én tudom, csak nem dolgoztam ennyire különös rendszeren. Mind az RSA és mind az LCC tényleg nagyon sok helyen használják. Én abban látnám esetleg, hogy most éppen melyiket, hogy van idő arra, hogy ezeket kiszámoljuk, vagy nincs idő. Hát ez állt esetleg. Nem, az AS az most is használják. Ezek mind a három rendszer, a DES az már nem, de a DES-nek ezek a versenyi érdekes változások. Tehát ez a három rendszer, ez mind. A DES-nek a fejlettebb változatai, az RSA és az LCC az folyamatosan jelentik. Annyi, hogy a kulcsméreteket folyamatosan növeljük, mert az is titkos maradja. Az LCC használatos a kriptovaluták felvásárlásán az LCC-ben használva a kriptovaluták felvásárlásán. Igen. És akkor, de akkor feltörhető a... Minden feltörhető. Olyan nincs, hogy feltörhetetlen. Természetesen vannak olyan kutatások, hogy az RSA-nak is vannak különböző törései, tehát ha az ember ott rosszul választ meg a paramétereket, akkor ti otthon a számítógépen feltöltök egy 1024-es RSA-t. Tartom ki szorgalminak egyik csoportomat, hogy törjenek 512-es RSA-t. Tehát igen, tehát hogyha rosszul megválaszt a bizonyos paraméterek, akkor az RSA-ban jelentő. Nem csak az RSA, hanem bármi más. Tehát hogy az, hogy olyan, hogy feltölthetem, olyan nincsen. Olyan, hogy nehezen feltölthető, hogy sok időbe kerül fel. Kriptográfiának szerintem a legnagyobb rémáma az ember. Az ember és a kvantum számítógépek. Igen. Az ember meg mindig rosszabb szerintem. Igen. Az hogy elkezdtek már dolgozni olyan titkosításokon, amit kvantum számítógépek mellett is használhatok? Igen. Hát, hogy ez folyamatosan megy, csak kevés sikerrel. Volt egy konferencián jó pár évvel ezelőtt, például számrendszerekkel kapcsolatban próbáltak különböző kriptorendszereket, amik egyébként kvantum számítógépek.
nagyon úgy néz ki az előző egy-két év tapasztalata alapján, hogy a futballőrnek is nem lesznek hasonlatban. Ez egy nagyon égető probléma egyébként, hogy szükségünk lesz, hogy valószínűleg összeszenek. Ez folyamatosan megy. Konkrét eredményekről nem tudok beszámolni, de az biztos, hogy egyébként kevés siker lesz ezeket a példakozásokat. Szerinted mi lesz a milyen szempont? Nappal. Itt a szempontból? Jobban megy a lól, nem tudom. Nem tudom, kripto szempontjából halál lesz. Más egyéb, mivel ugye óriási műveleteket meg tudunk majd csinálni, kapacitások nagyobb lesznek, egy csomó minden meg sokkal gyorsabb lesz. Tehát mondjuk maga az, hogy faktorizálni tudunk, az a kripto szempontjából rossz, más szempontjából viszont jó. Jó, tehát az, hogy ezek a kérdések olyanok, hogy attól függ, milyen használja ezt. Kripto szempontjából rossz lesz, más egyéb szempontból lehet kívülni. Hál' Istennek én nem kriptózok, ezért nekem jó lesz, hogy jönnek a fordítás. Mikiről vettem? A Dash-on használja még az amerikai nemzeti bank, azt hiszem. Sima Dash. A Dash-t az biztos, hogy nem az AES-t használják. Az AES-t ugye 2000-es évek elején jött ki. Magában a ciklusban vannak változások. Alapjában minden ugyanaz, mint a Dash. Maga ott a ciklusban ott a generálás, és hogy csinálják ezeket a jobb oldali feleket, azok a kicsit más elven működik. De maga a Dash azt szerintem így önmagában már nem használják. A Swedish és az AES-t használnak. Forrás jó, hát ha nincs több kérdés, akkor a mondom vagyok, hogy ígyunk, és akkor valakinek valamilyen italra adatok vagyok, és köszönöm szépen a lehetőséget, még egyszer, és akkor jó, kívánok!